Megközelítően 15 tonnányi fenyőfát sikerült az első körben összegyűjtenie az Aliszka Terra munkatársainak. Szabó Antal ügyvezető azt mondja, ez jóval kevesebb, mint amennyit előzetesen terveztek. 8-10 ezer fenyőfát szállítottunk be. Ezeknek a feldolgozását hétfőn kezdjük meg, daráljuk és tüzelési helyre szállítjuk. Várhatóan 28-ai szállításunkkal még a lakótelepeken található elhagyott fákat be tudjuk szállítani. Ha ezek után is lesz olyan, aki még később szeled ide a fáját, azért is kimegy a Terra autója. Szabó Antal azt mondja, az idei évben jóval könnyebb dolguk volt, mint az előzőekben, a lakók jelentős része a hulladéktárolók mellé vitte le a fáját. Az összegyűjtött anyagokat idén még Oroszlányban égetik el. Felvesszük a kapcsolatot a szekszári távhőszolgáltató vállalattal, és amennyiben lehetőség van rá, akkor természetesen ott fogjuk hasznosítani ezt az értékes tüzelőanyagot. Az Aliszka Terra arra kéri a lakosságot, ha időn túl szeretnének még kihelyezni fát, értesítsék a szolgáltatót annak érdekében, hogy ne maradjon a parkokban vagy a ház előtt kidobott, elszáradt fenyőfa.